Na, hello mindenkinek! Nem gondoltátok volna, hogy gventezni fogunk, ugye? Hát, pedig így van, eljött ez az idő is, hirtelen gventezünk egyet, hirtelen fölindulásból persze, úgyhogy meglátjuk. Névgárddal vagyunk, és most összeraktam egy érdekes kis paklit, kíváncsi vagyok rá, hogy mit lehet ebből kihozni. Jelenleg ezeket szeretném felhasználni, őt kidobjuk, ő ugye előhozott kártya. Nem tudom, hogy mennyire szoktatok ventezni. Remélem azért már ismerkedtetek valamennyire a paklival, a játékkal, hogy hogy lehet, ugye most egy elfbuzi ellenség ellen játszunk. Jó, gyorsan kihozott egyből 19. Az komoly. Érdemes itt folytatni egyáltalán? Mert akkor legalább lemenne a szenárió, bár akkor úgyis kettő kört kéne meg lejátszanunk, hát próbálkozunk vele, próbálkozzunk, szízeljünk. Jó, egyelőre szízelünk egyet, itt is van, enturnölünk, és hát persze, ami nem maradhat el, az, hogy beszólunk neki. Mert miért ne szólnánk be? Ó, Elven Swordmaster! Jó lett volna őt kiütni. Na, eddig van 19 ponttal szembe, 2 pontunk, úgyhogy megpróbálunk még pár dolgot kihozni tőle. Remélem rak le érdekes kártyákat. Nem ilyen kis puclikat, és utána úgyis szerintem feladunk egy kört, mert ezt hát nem valószínű, hogy visszabírom hozni, nincs olyan kártyám a pakliba, amilyen raw effektet eredményez, ilyen frost, vagy rain, vagy ilyesmi, úgyhogy így van, köszi, hogy kiosztad. Így hát egy end turn, passzolunk, jött a következő. Gyorsan kipakolta, 28 az egyhez. Ez igen. Hát köpni nyelni nem tudtam hirtelen. Nem baj, ez az ő meccse volt most. Ugyanúgy egyenlő kártyákkal indulunk, de legalább már nincs lenne a legelső neki. Jó, ez szerintem maradunk, lokkolunk, szízelünk. Jó, maradjon egyelőre ez. Mert majd ők jók lesznek később, ugye ez a Tour General és a Vége Force, ők majd jó lesznek később. Na, hát nyilván végignézi az egész pakliát. Mit tud ez? Nagyon jó vagy, oké, rendben. Na mindegy, akkor őre egyelőre rádobunk egy ilyet. Add is se szépen. Hát ha szerzünk egy pár pontot, mindegy, ezt a kört legalább egy győzelemre ki kell hozni. Ebben nem verhet meg. Na mit lépsz, barát? Nézzük, mit van. Aha. Jó, föl lesz hílelve. 7-7. Na, ez már jobban tetszik, mint az előző kör. Azért az kicsit durva volt, nagyon gyorsan kiparkolt. Bár mondjuk szenárióval, szóval nem is várok mást. Na, dobáljunk le akkor mágusokat. Azért nekünk is van itt mit felhasználni. Na, már is egész jók vagyunk. Átvettük a vezetést. Még ugye nem hozott le, nem rakott le olyan kártyát, amit érdemes volna másolnom. De úgy látszik, nem is folytatja.
Így miénk a győzelem ezzel. Újra ugye a három kártyát fogunk húzni, újra teli lesz mind a kettőnknek a keze. És ha jól láttam, még ő se használt képességet. De jó, 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 egész jók, bár mondjuk ő most nem kell nekünk, Vilgefortz tökéletes, ez hihetetlen, perfect. Ez most nem tökéletes, ennyi. Így kell csinálni, kérem. Pont az a három kártya jött ki, amire létfontosságú szükségletünk van. Ugye ő vele reset your leader ability, tehát hogyha elhasználom a két leader ability-t, sima ügy, ki tud jönni újra. Na, krételjünk. Ó, de jó, nagyon jó vagy. Mindegy, hogy hova rakom, egyet kap, kész. Hát ezt máskor is el tudtuk volna lőni. Hát ez van. De talán, hogyha mondjuk őt szízelem, kapná-e pontot, bónuszt. Majd kiderül. Jó! Nagyon jók vagyunk. És itt vagy szízeljük, vagy kinyírjuk majd, meglátjuk. De nem lokkoljuk egyelőre, az biztos. Nyugodtan üsse ki, amit ki akar. Itt szízelünk egyet, itt lokkolunk. És jöhet a következő kör. Na, most megszereztünk tőle egy Elven Swordmastert, amivel hát vissza fogunk vágni. Visszaütünk szemérmetlenül. Ugye Vilgefortzot tartogatom arra, hogyha kiad egy nagy kártyát, hogy ezt le tudjuk vele ütni. Másolni még mindig nem akarok. Az egyelőre nem tetszik. Az igen. Ez komoly. Mit tud ő? Hát nyilván már nem tudjuk lemásolni. Na mindegy, egyelőre úgy nézem, hogy kihozza az összes taktikai kártyáját. Érdekes. Na vágjunk oda egyet. Ugye Mage-et fogunk felhozni, ezzel kapunk egy The Guardian-t. Na, egyenlítettünk a helyzeten, más nem akarok. Ugye még neki van leader ability-e, három darab is. És még három deadeye-t le tud hozni. Az ellen meg ugye nem tudok védekezni, mert nincs ilyen raw. Raw ability-s kártyám, még pakliba sincs. Hát igen, ez kellemetlen. Na. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez mi? Beast, Chameleon. Ez a kártyával még nem is találkoztam, tök királyú néz ki. Jó, egyelőre üssünk oda neki kettőt. Úgy is van, odavertünk. Újabb egyenlítés. Aha, lepakolja a leader ability-kkel a dedályokat. Ez kihozta, amit ki tudott. No, ez igen, ez szép volt. Azt a rohadt, egyből lenullázt az egészet. Ez komoly. Wow. Hát most nem lókolunk, hanem akkor jöjjenek szépen a Usurper Emperornak az emberei.
Hoppá, hoppá, ez micsoda? Free company, human bandits, boost all allied bandits by one. Az igen. Lehet, hogy őt meg kéne próbálni, de... Aha, és nem számított bele az ő hatása az én embereimre. Na mindegy, legalább plusz 60. Wow! Ez igen, ez... Jól csinálja a csávó. Hát nem lokkolunk, vége forc. Nézzük meg, mi van még. Hát ez a kettes az. Ez kis pucli. De a kettesével jó kihozta, na. Ez komoly. Wow! Jó van, lokkolunk egyet. Szerintem akkor ezt a játékot itt már lassan be is lehet fejezni. Most itt belőle nem hoztuk ki a Reset Leader Ability-t, mert nem lehet, mert egyszerűen nem adott fel olyat, amit érdemes lenne lokkolni. És nagyon tartogattam, de hát ez van, ez is egy Purify, őt is nem érdemes lokkolni. Na mindegy, lerakjuk. Utolsó kártyánként, ami hát nagyon nem volt sose jó ötlet utolsó kártyának meghagyni, de hát... És győzelem már az ellenfélnek, nekem vereség, úgyhogy ez igen, ezt meglátjuk. Na de, köszönöm, hogy itt voltatok, és hát majd még találkozunk Gwenttel, addig mindenkinek jó játékot, és hát szevasztok!